Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a képernyők előtt, és ahogy megszokhatták, állandó szakértőnket is megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, dr. Drábik János közéri úr, szervusz János. Köszönöm, hogy meghívtál. Ma az elmúlt heti adást folytatjuk, amikor is a trianoni békeszerződések előkészítésében, illetve az első világháború előkészítésében, kirobbantásában és lezárásában a pánszlávizmus szerepét tárgyaltuk. A mai adás fő témája pedig a román diplomácia szerepe lesz a trianoni békeszerződések előkészítésében, illetve a csehszabadkőművesek, elsősorban Beneš és Masaryk titkos diplomáciája. Először is azt kérdezném, János, hogy hogyan lett Románia német szövetségesből Antant tárgyaló partner? Mi ez a hatalmas ugrás, vagy fejlődés, vagy ív, vagy nem is tudom, minek kellene ezt nevezni. Mindenesetre nagyon tehetségesek lehettek a román diplomaták, mert onnantól kezdve, hogy az osztrák-magyar monarchiának nagyon sokat köszönhettek már Mária Terézia idejétől fogva, sőt, talán még korábbtól kezdve. A német orientációjukig, addig, hogy német királyuk volt, hogy csatlakozni akartak az osztrák-magyar monarchiához, eljutottak rekordsebességgel odáig, hogy a francia uszályba temetkezve le tudjanak ülni a húsos fazék mellé, és diktálni tudják a békefeltételeket 1920-ban. Hogy jutottunk ide? Hadd kezdjem azzal, hogy azzal a közkeletű mondással, hogy minden háborúban az első áldozat az az igazság. Ezért is volt az, hogy Churchill, amikor ezt elmondták neki, erre az válaszolt, igen, ez így van, háború idején olyan drága kincs az igazság, hogy a hazugságok hadosztályaival kell védelmezni, nehogy kiderüljenek. Na most ez... Churchill bombóinak az egyik, ragyogó. Ragyogó. Ez tökéletesen illik az egész román diplomáciára az első világháborút illetően, hiszen ők valóban, hiszen amikor a valahok átalakultak románokká, és létrehozták végeredményben Romániát, akkor ők egy Hohenzollern házhoz tartozó uralkodót választottak országok élére. Vagyis azok a Hohenzollernek, akik Poroszország élén létrehozták a német egységet, abból a házból származó német uralkodó volt a románoknak a meghívott, választott királya. Tehát ők persze, hát ugye átvették, elrománosodtak, ugye román nyelvet kezdték használni, stb. Na most, kétségtelen, hogy a románok már abba szereztek gyakorlatot, hogy amikor meggyengült Törökország, és a Balkánon, vagyis a korábbi Rumélia elnevezésű török tartományban megindult a különböző területekért való élet-halál harc, akkor a románok lényegében több háborút is vívtak azért, hogy területeket szerezzenek. Például Bulgáriával is voltak konfliktusaik, szerbekkel is voltak konfliktusaik, és próbáltak tulajdonképpen Oroszországgal szemben is, csak hát Oroszország túl erős volt, és ugye hát Beszarábia, ahol ugye Moldava volt, meg hát azért a románok részben ott éltek, Bukovinában. Hát ugye hagyományosan a két ősinek mondott román terület, az Moldva és Havasalföld, ugye ez a két karé, ugye Székelyföld körül, vagy a Kárpátokon kívül Moldva és Havasalföld. Ehhez sikeresen csatolták Dobrudzsát, a Bulgáriától, tengeri kijáratot. Igen, de aztán ugye az nem teljesen sikerült nekik, mert végül is Dobrudzsát az csak pontosan Versailles-ban
illetve hát a párizsi békeszerződésekben kapják meg. Nagyon szerencsések voltak. Azt akartam csak ezzel mondani, hogy Románia történelmének abban a szakaszában volt, amikor neki mindenféleképpen stabilizálni kellett a helyzetét, és szeretett volna minél több területhez jutni. Tehát úgy, az ő számára ez a háború egy nagy történelmi lehetőséget jelentett arra, hogy megnövelje a területét. Miért kellett nekik nagyobb terület? Hát azt hiszem, ha jól emlékszem, az évszámra 1859-ben volt ez a Kúza nevű ezredes, nem tudom milyen kormányzójuk, aki egyesítette ezt a két ősinek mondott ugye román területet, Moldvát és Havasalföldet. Eleve Románia nagyon későn jött létre, mint olyan államalakulat. Miért kellett? Tehát, hogy miért? Tehát, ezt hogy, nem kellett, hát lényegében a háború az egy olyan, sajnos egy olyan eszközrendszer, ami mindent föllazít, föllazítja a jogrendszereket, föllazítja a meglévő kialakult erőviszonyokat, struktúrákat, és hát ez egy új állam volt, amely még a növekedés szakaszában volt, és szeretett volna mind több területet szerezni magának, szeretett volna. Az oroszoktól is szeretett volna, a magyaroktól is szeretett volna, a bolgároktól is, mindenkitől szeretett volna. És ennek megfelelően... Az a megdöbbentő, hogy sikerült is nekik. Igen, de ezt hogy csinált? Tehát először is ő kötött egy titkos szerződést a központi hatalmakkal, amelyben ő lényegében kötelezettséget vállalt arra, hogy háború esetén a központi hatalmak oldalán száll be a háborúba. Vagyis Németország és Ausztria Magyarország így oldalán. Szövetség. Vagyis szövetségesek igen, volt. De amikor kitört a háború, ők nem mozdultak. Arra hivatkozva nem mozdultak, hogy még nincsenek felkészülve a hadviselésre, a hadsereg nincs felszerelve, a hadsereg nincs kellően kiképezve, tehát ezért egyelőre az aktív szövetségesi szerepkört nem vállalták fel. Igen ám, de ugyanakkor pedig kötöttek megállapodást az oroszokkal is. Hát sőt, a háború kitörését megelőzően maga a cár tett látogatást Konstancába, hajón jött. És Szazonov is ott volt természetesen. És ott is megállapodtak, hogy háborúba lépés esetén milyen területek járnak majd Romániában. Ez egy ilyen hamiskártyás gondolkodásmód, nem? Őket semmi nem érdekel. Honnan lehet a legkönnyebben a legnagyobb területeket megszerezni? Ez érdekelt őket. Politikai szélhámoskodás. Tehát, hogy két ellentétes hatalmi tömbhöz is csatlakoztak titokban. És ez nem derült ki a és természetesen állandóan kapcsolatban voltak az Antanttal is elsősorban Franciaországgal, de ne felejtjük el, hogy itt bizonyos személyi kapcsolataknak is nagyon fontos szerepe van, ez aztán majd kiderül a 1919-ben, főleg. Ugyanis a trónörökösnek, mert hiszen Károly román király az 1914. október 10-én meghal, és az utóda Ferdinánd, vagy Nandó, ahogy beszélték, Ferdinándó, ugye? Ferdinánd lesz, akinek viszont Mária királyné a felesége. Na de ez ki ez a Mária királyné? Ez ám nem akárki. Hogy csak egyet mondjak, az akkor már uralkodó 5. György angol királynak az unokatestvére. Ugyanis Máriának az apja az edinburgh-i hercegnek
tehát Mária az edinburghi hercegnek volt a leánykája, aki viszont testvére volt annak a hetedik Erdvárdnak, aki Viktória királynőnek volt a két fia. Magyarán családi kapcsolataik voltak az angol királyházzal. Sőt, a György, aki akkor már uralkodó volt, ötödik György, angol uralkodó, az el is akart őt venni feleségül. Unokatestvérek voltak, de az szokás volt, igen, hogy unokatestvérek egymás között házasodtak, de végül nem ment hozzá. Na most, tehát a lényeg az, hogy apai ágon Viktória királynőnek az unokája volt, és az éppen uralkodó ötödik György brit királynak volt az unokatestvére, aki ráadásul szerelmes volt belé, el akarta venni feleség, mert szép nő volt. Apai ágról viszont második Sándor orosz cárnak volt az unokája, mert az cárnak a lánya volt a mamája. Tehát anyai részről második Sándor orosz cárnak volt az unokája, apai részről pedig Viktória brit uralkodónak volt az unokája. Na most ennek igen nagy a jelentősége, mert Románia mindvégig pontosan, amikor már a férje Ferdinánd lesz a román király. Aki Hohenzollern házból származik. Német, igen. De akkor már Mária királynén, ő nem királynő volt, ott királyné volt. Tévesen nevezik őt királynőnek. Királynő az, aki maga uralkodik. Mint második Erzsébet. Második Erzsébet az nem királyné, hanem királynő. A királyné az azt jelenti, hogy a férje az uralkodó, ő annak a felesége. Mindegy. Szóval tévesen nevezik őt királynőnek, ő királyné volt. De óriási összekötetései voltak, és természetesen mindenhová neki bejárása volt. Az világháború egész ideje alatt, és után, különösen ez utána lesz rendkívül fontos. Na most, amikor 16-ban előáll az a helyzet a háborúval, hogy ez a háborút igazából irányító szuper csúcs úgy dönt, hogy a háborút még folytatni kell egész Németországnak a totális vereségéig, és ezért nem szabad a német békeajánlatot elfogadni, amiről egyébként ugye beszéltünk már egy korábbi beszéltünk már együtt, igen, hogy a németek egy nagyon komoly és fair békeajánlatot tettek 1916-ban, amit azonban ez a szuper csúcs, természetesen ez alacsonyabb szinten, már csúcs fölött volt a brit kormány, meg a brit lényegében a háborús külön kormányzat, stb. Ez a informális csúcs, ez fölött állt neki. Ennek mindenki alá volt rendelve. És ugyanez volt a helyzet Amerika vonatkozásában is, és mint látjuk, tulajdonképpen Oroszországban például ez a szuper csúcs nem engedte meg, hogy első nagy meretre áttörjenek Berlin felé az orosz csapatok. Mert hirtelen ez a szuper csúcs leállította például a nyers, leállította a fegyverszállítást, a lőtszerszállítást, és akkor, amikor meg kellett Tannenbergnél és a mazuri tavaknál, hát ugye Hindenburg is ott volt, meg Erich von Ludendorff is ott volt, egy óriási csata zajlott le két menetben. És hogyha nem állítják le Londonból, ez a szupercsúcs nem állítja le a fegyverszállítást, akkor lehet, hogy győznek az oroszok. Na most mindegy, ebben nem akarok most belemenni, hanem azt akarom csak mondani, hogy ez a szuper csúcs, ez úgy töltött, és megparancsolta
a saját embereink keresztül a brit kormánynak is, beleértve Edward Grey-t, beleértve Lloyd George-ot, korábban a korábbi miniszterelnököt, brit miniszterelnököt, szóval akik egy szinten lejjebb vannak, tehát úgy kell gondolni, hogy nem ők voltak a legfőbb döntéshozók, ők már kapták az utasítást, hogy mi is az utasítás az volt, hogy a háború még nem érhet véget. Na most persze én próbáltam kideríteni valójában, hogy miért nem érhetett véget. Azért erre hadd mondjam el, és különösen ez hozott elő egy sor olyan dokumentumot, ezt azért emelem fölem ezt a könyvet, mert nem nagyon ismerik Magyarországon, ez a Hidden History, ez dokumentumokkal bizonyítja, hogy elsősorban azért nem érhetett véget, mert itt még azért muszáj azt a megjegyzést megtenni, mert nagyon mondogattam, hogy el vannak dugva, de mindig vannak kulcsemberek, akik halálok előtt csak kikotyognak egy sor dolgot, meg megírnak a memoárjukban. Van, aki csak egyszerűen az írja, mert nem tudja magába tartani, mert úgy érzi, hogy az ő életének a fontossága úgy derül ki, hogyha elmond. Tehát össze lehet szedni, de persze jó lenne, hogyha nem lennének millió számra még mindig eldugva a dokumentumok. De mindegy, ezek összeszedték. És ebből egyértelműen az derül ki, hogy biztos mocskos anyagi okokból akarták elhúzni. Óriási üzlet volt a háború. Most ennek a részleteiben egyszer csináljunk erről is egy műsort, hogy elmondjuk, hogy kik és mekkora pénzt és hogyan csináltak az első világháborúban. Elsősorban pénzügyi okokból nem akarták. De a második, és talán ennél is fontosabb szempont az volt, hogy ekkor már igenis létre akarták hozni az új világrendet. Igenis létre akarták hozni azt a pénzrendszer által dominált világrendet, ahol ez az államok feletti pénzuralmi oligarchia a korlátlan úr. De még kellett nekik még körülbelül 2 év, mert dögre keresték magukat. Mondom, ez egy külön műsort megérdemel, hogy hogyan. Azt úgy be lehetne határolni valamennyire, hogy kik voltak a legfőbb nyereségesei a háborúnak? Tehát, hogy hát elsősorban nemzetek szintjén. Hát a Bernard Baruch által irányított óriás bankok, tehát akik a kölcsönöket adták az államnak. JP Morgan, Kuhn and Loeb, és így tovább. Mm-hmm. Tehát aki a háborús kölcsönöket finanszírozták és ekkor már tudták a levegőből előállítani. Ugye, és 13 után vagyunk. És, tehát ugye, és nagyon fontos szempont volt, és ugye ezt se nagyon mondják, hogy Németország azért tudta úgy állni a sarat. Mert hiszen a blokkáddal elzárták őt a világkereskedelemtől. És neki bizony élelmiszer problémái voltak, mert Németország sose volt abban a helyzetben, hogy önellátó lehetett volna. Élelmiszer problémái voltak. És egyéb nyersanyag problémái voltak, amelyek például a fegyverkezéshez voltak szükségesek. Na de ki finanszírozta? Hát az a bizonyos úriember, akiből később az Egyesült Államoknak a 31. elnöke lesz, Herbert Hooverről beszélek, az Belgiumon keresztül szállította az óriási, ugye úgy volt a szó, hogy Belgiumot segítjük, de az óriási bizniszek mentek, hát Németországnak az élelmiszer utánpótlása, meg a fegyverzet utánpótlása, meg a nélkülözhetetlen nyersanyag utánpótlása Belgiumon keresztül Amerikából jött. Erről megint nem nagyon szoktak beszélni, de érdemes lesz egyszer, és megjegyeztem, hogy azt a hálózatot, amely ezt lebonyolította, az a Herbert Hoover csinálta, aki Szazonovhoz, meg Izvolszkijhoz, meg Max Warburghoz hasonlóan szintén belső tagja volt a háborút levezénylő csúcsnak.
Csak megemlítem, hogy... Herbert Hooverről beszélek. Egy korábbi adásunkban, a nézők kedvéért jegyzem meg, egy korábbi adásunkban a Friedman beszéd kapcsán már beszéltünk arról, hogy az amerikai közvélemény, az amerikai sajtó vezetőkörei és az amerikai gazdaságnak a vezetőkörei 1916-ig egyértelműen és intenzíven német barátok voltak. Ugye most csak erre igen. utalok vissza, hogy igen. amit az előbb említettél. De Németországot azért is szerették, mert fizetett, tízszeres árat fizetett. Óriási profit volt, és se sáma nem volt azoknak, akik milliómosok meg akartak lenni egyik hónapról a másikra. Például ez a Herbert Hoover is az lett. Na most ez csak azért jelölöm meg, hogy a csúcs nem akarta, hogy véget érjen a háború, és ezért 16-ban kiéleződött valójában, mert úgy döntöttek, hogy teljes mértékben, tehát a végső vereségig, vagyis tulajdonképpen egy imperialista, rivális háborúnak látszó háború, mert nem csak az volt, mert ez már az új világrendért folyó háború is volt, átalakult egyértelműen ideológiai háborúvá, és nem csak hogy átalakult, hanem a háború szabálya is átalakultak, mint hogy átalakult a békecsinálás szabálya. Tehát mindaz, ami korábbi évszázadokban a hadviselésre vonatkozóan kialakult, amit ugye Karl Clausewitz ugye három hatalmas kötetben a háború művészetében részletesen össze is foglalt, és mindig alapvető tantárgy volt a katonatiszti akadémiákon. Tehát ezt mind felrúgták. Tehát a háború csinálás is átalakult, mert titokban új világrendépítés indult be, és átalakult a békecsinálásnak is a szabálya. Ezért volt lehetséges úgy békét kötni, hogy akiről kötik a békét, azt meg se hívják. Nem ül a tárgyaló partner, a vesztes nem tárgyaló partner, hanem csak arra hívják meg, hogy kezébe nyomják, hogy így döntöttünk nélküled. Na most, tehát Romániára visszatérve. Románia egy olyan helyzetbe kerül, amikor mégiscsak döntésre akarja vinni az Antant, ezt a háborút, annál is inkább, mert a németek az elutasításra a korlátlan tenger alatt járó harc megindításával válaszoltak, és ez sikeres volt. Vagyis úgy meg tudták szorongatni Angliát, hogy Angliának is az élelmiszer ellátása nagyon komoly nehézségekbe ütközött. Volt olyan időszak is, hogy a szakértők szerint körülbelül 4 hétre vonatkozó élelmiszer tartaléka volt az egész brit szigetvilágnak, tehát az egésznek. Úgyhogy ez azért nagyon lényeges román szempontból, mert ekkor Romániára nagyon nagy nyomás nehezedett, hogy most már aztán tessék belépni a háborúba. 1916. augusztus 17-én megkötik azt a szerződést, hogy Románia most már tényleg belép a háborúba, most már kapott elég fegyvert, meg lőszert, meg ruhát, meg minden, ami kell a hadsereghez. És így is történik, igen, 1916. március, illetve augusztus 27-én betör a román hadsereg Erdélybe, ami ugye azért viszonylag védtelen, mert ebben az időben az osztrák-magyar monarchia hadserege egy nagyon kemény állóháborút vív az orosz fronton, és ekkor már tulajdonképpen az olaszok is, akik korábban nem, mert az olaszok is korábban kezdetben a központi hatalmakhoz tartottak, a szabadkönyvesek átvitték őket az Antanthoz. Mert ne felejtjük el, hogy a csúcs, amelyik a háborút kitalálta,
megszervezte, levezényelte, tehát a csúcsnak a végrehajtó hálózata az a Nemzetközi Szabadkövetség volt. És na most akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy a románok a saját szövetségesüket támadták hátba? Így van, méghozzá úgy, hogy egy titkos szerződést kötöttek az Antanttal, elsősorban a franciákkal, mégpedig arról, hogy Erdélyért, de Erdélyt egész a Tisza vonaláig kérték, Erdélyért Erdélyért is, a részekért és a Bánátért. A Bánát is benne volt, ebből később probléma van, mert ugyanezt az Antant a szerbeknek is odaítélte, és félni kellett, hogy a Bánátba lesz egy szerb-román katonai konfliktus, és ezt úgy akartak Clemenceau elintézni, hogy legyen népszavazás, az meg a legnagyobb veszély lett volna, mert magyar többségű volt. Hát egyértelmű. És akkor egyértelműen se Románia nem kapja meg, se Szerbia, hanem a magyarok kapják. Csak a nézőknek segítek azzal, hogy ez ma a Vojvodina nevű szerb tartomány, magyarul Vajdaság. Tehát ez de nem csak terület. Az, Bánát. Hát ez ma a Vajdaság. Nem, mert... A románok egy óriási részt kaptak a Bánátból. Hát egy óriási részt felosztották. És aztán, hogy nehogy már népszavazást kelljen tartani, mert a magyarok kapják, mert magyarok... Megegyeztek egymással. Akkor gyorsan megegyeztek. Így van. Na most, ugye, na menjünk vissza a románokhoz. Tehát ők ezt az aljasságot megcsinálják. A Osztrák-Magyar Monarchiának a magyar hadserege, mert volt egy magyar honvédség, közös hadsereg, és volt a magyar honvédség. A magyar honvédség azért összeszedi magát, sikeresen ellenáll, és ekkoriban ugye a központi hatalmak szövetségesének számít Bulgária, meg Törökország, és a Bulgáriában lévő német hadsereg, az elindul délről Románia ellen, és az Erdélyből a románokat fokozatosan kiverő magyar hadsereg és német hadsereg találkozik, és totálisan legyőzi Romániát. Bukarestet is elfogadják. Annyit kell a balkáni frontról mondani, hogy az Antant még 1915-ben egy nagyon komoly expedíciós haderőt küld Gallipoliba, az a Dardanellák felett van, egy nagyon komoly erőt, egy komoly francia haderő jön, de legfőképpen Anglia, illetve Nagy-Britannia küld oda, mert ugyanis az ausztráliai besorozott expedíciós hadsereget Gallipoliba vették be. Igen ám, de a törökök, noha szabadkömüves kormányuk van, amely 1908 óta az ifjú törökök formájában szabadkömüvesek irányították Törökországot, ellenáll és különösen kitüntető szerepet játszik egy Mustafa Kemal nevű katonatiszt, aki szintén szabadkönyves. Itt később Atatürkként ismer meg a történelem. Nem csak szabadkönyves, hanem ő úgynevezett, tehát Dönmek zsidó, aki elmondja, csináltak vele még a háború előtt egy nagy interjút. És hát... Tehát ő elmondja, hogy ő zsidó származású, de végül is török nevelést kapott, mert az édesapja beadta egy török kadétiskolába, és már amikor ezt az interjút adja, egyébként ekkor már ő egy nagyon kiváló vezérkari tisztnek számított. Úgyhogy... Ő Szalonikából, Tesszaloniki,
Szalonikában volt egy nagyon erős zsidó közösség még a középkorból, akiket dönmek zsidónak neveztek, mert formailag mohamedánok voltak, iszlám követők, de csak az utcán, otthon, a lakásban megtartották zsidó hagyományaikat, azt tápolták, és a zsidó hitet tápolták tőt. Ebből a közösségből származott Mustafa Kemal, aki később megkapja érdemei elismeréséül az Atatürk nevet is, ami ugye törökök atyát neveli. Tehát Mustafa Kemal Atatürk összeszedi a török haderőt, és egy hatalmas győzelmet arat Gallipoliban. Legyőzi a francia és a brit expedíciós hadsereget, és ezzel lehetővé válik, hogy Törökország ne teljesen legyen feldarabolva, tehát például Kilikia nevű tartomány, ahol főleg örmények öltek, azokat ugye elüldözik, az hozzákerült, tehát és megtartja ugye a jelenlegi Törökországot jelentő nagy tartományát, ugye? És így módon Törökország egy 17 milliós ország maradt, amelynek ma már közel 80 millió lakosa van. Lehet, hogy már el is érte a 80 millió. Tehát egy nagy és erős állam maradt, mert nem elutasították elsősorban Mustafa Kemalnak köszönhetően a párizsi szabadkönyvesek által, és a legfőbb irányító testület által hozott döntéseket. Így egyben maradt egy meglehetősen nagy török terület, mert ugye azért is volt érdekelt ebben ez a legfelső szint, a csúcs, mert ugye Palesztinát minden áron el akarták venni Törökországtól, hogy az angol fennhatóság elé kerülön, angol mandátum legyen, hogy megkaphassák a Balfour nyilatkozat értelmében egy zsidó nemzeti otthon létrehozására. Tehát ezért tulajdonképpen a Gallipoliban vívott harc mögött is már ez a stratégia ott volt. Na most, menjünk vissza Romániára. Tehát amikor oda mentek a német hadsereg, hogy segítsen Bulgáriának, ők ott sikeresen ellenálltak a francia előrenyomulásnak. Tehát a franciák gyengék voltak a Balkánon. Franché Desperé volt ott a főparancsnokuk, meg ugye később jött Bertelot is, Bertelot tábornok, de a lényeg az, hogy amikor a Bulgáriából a német hadsereg és Erdélyből a magyar hadsereg találkozott, és már ekkor Mackensen táborszernagy volt a főparancsnok, egy totális győzelmet arattak a románok felett, úgyhogy Románia 2017-ben, mármint 1917-ben. Ja, bocsánat, 1900-ben. Biztos ez a 100 éves évfordulójára egyfolytában. 1917-ben ő tulajdonképpen már békét kért, és valóban meg is születik a központi hatalmak és Románia között egy békeszerződés. Ez a békeszerződés, ez 1918. május 7-én megkötik, és ennek keretében Románia bizonyos területeket kap, hiszen ebben az időben már bolsevik Oroszország van, már tehát bolsevikoktól lehet elvenni, bizonyos területeket kap, de természetesen neki... Ez lesz Moldova, ugye? Moldáviának így, a részben románok lakta része. Igen, így van. És ez a békeszerződés volt aztán az a nagy probléma, hogy tulajdonképpen a Clemenceau rendkívül megharagudott rájuk.
Mert a Clemenceau azt üzente nekik, hogy semmilyen körülmények között ne kössetek békét. És akkor majd a háború végén a győztesek között lehettek, de mégis megkötötték a békét. És mégis a győztesek között voltak. Na igen. Hát a Clemenceau se volt mindenható ezek szerint. Tudnék, az történt, hogy amikor a háború formálisan véget ér azzal, hogy a német, és később az osztrák-magyar, de elsősorban a német vezérkar, a Wilsoni pontok alapján, ez nagyon fontos, mert később semmit, mert ha tudják, a vezérkar tudja, hogy a Wilsoni pontokból semmit nem tartanak be, akkor valószínű nem kért volna fegyverszünetet, vagy más feltételekkel kéri, de a Wilsoni feltételek alapján fegyverszünetet kért, és ezt a fegyverszünetet a Compiègne-i erdőben egy vasúti kocsiban 1918. november 11-én aláírják. Na most ezt a fegyverszünetet megelőző két nappal a román kormány hadüzenetet küld Németországnak. Közben, hát úgy küldi a hadüzenetet, hogy az ország meg van szállva. Hát ott van Mackensen és hadserege, ott van. Tehát ez egy diplomáciai trükk. Mert minden áron háborús féllé akart válni, hogy a győztesek oldalán végezze. Világos. Na most hát azért ezen mindenki átlátott. Hát természetesen nem volt se Poincaré, se Clemenceau, se Miller. Senki nem volt olyan ostoba, hogy ezt ne lássa, hogy milyen román türkön van szó. És a Clemenceau meg is mondta, hogy mivel megkötöttétek ezt a békét a németekkel, ezért nem vehettek részt a győztesek oldalán a párizsi, illetve a Párizs környéki béketárgyalásokon. Na most lett viszont szerepe minek? Azt, hogy Szazonov meg Izvolszky által bevezetett módszert, hogy az államnak meg kell vásárolni a nagylapok szerkesztőségét, tehát annak vezető szerkesztőit, vezető munkatársait, és havi appanást kell fizetni, de nem kis pénzt, nagy pénzt. Ezt bevezették azért, hogy a francia közvéleményt a román kormány oldalára hangolják. És, hogy megpújítsák a Clemenceau-t is, ezt a bizonyos Mária királynét, ezt elküldték Párizsba, hogy vegye le a lábáról a Clemenceau-t. És ez el is ment. És ugye azért nem lehet nem szóba állni a brit uralkodó unokatestvérével. Hát nem lehet. Úgyhogy szobáltak vele. Meg az egykori orosz cár unokájával, ugye, aki szövetséges, tehát ugye Oroszország, Franciaország, pap, így van. Szövetség. Úgyhogy ez volt tulajdonképpen ennek a nagyon sikeres román diplomáciai akció, ahol a főszereplő maga a királyné volt. De azért ott volt mellette mindenki, ott volt mellette Bratianu, mindenki ott volt. Mindenki ott volt Merkel. Tehát nem egyedül ment, hanem az egész román kormány ott volt. Hogy átalakítsák a francia közvéleményt, de a francia politikusoknak is hozzáállását. És ez olyannyira sikerült, ugye most már 1919-et írunk, ez olyannyira sikerült, hogy amikor
Mert ugye kihagytuk most lényegében, kihagytuk azt a részt, hogy, hogy a tűzszünet után ugye az Osztrák-Magyar Monarchia Pádovában kötötte meg a tűzszünetet. Most nem megyek be abban a részletbe, hogy a szabadkönyves idióta Károlyi kormány ezt nem vette figyelembe, holott pedig ez azért volt előnyös, és ettől nagyon félt a Franché Desperé, aki a Balkánban állomásodó francia expedíciós hadseregnek a főparancsnoka volt, aki ez később ugye Károlyi és csapata lemegy gazsulálni, fölöslegesen, Belgrádba. Tehát itt arról van szó, hogy attól félt a Franché Desperé, hogy a tűzszünet után az a le nem győzött magyar hadsereg, amely 1.200.000 főből állt, és amely rendezett alakulatokban, hadosztályok, zászlóaljak, stb. Ezredek jött haza, hogy az Ausztriától elszakadó magyar, önálló magyar királyság ezt a haderőt fölvonultatja a határainak a védelmére, és akkor itt nem tud, és akkor itt tulajdonképpen nem tudják Magyarországra rákényszeríteni azokat a titkos szerződéseket, amelyekben már tulajdonképpen a francia szabadkönyves politikusok szétosztogatták Magyarországot. Csak hogy itt nekik a szövetségesik volt az a kozmopolita, radikális, a marxizmus különböző árnyalatait követő, olyan magyar gyűlölő, magyar idegen, keresztény ellenes értelmiségi réteg, amely ekkor már meghatározta a közhangulatot, övé volt a sajtó. Úgyhogy tulajdonképpen a hazatérő hadsereget szinte hetek alatt leszerelték, és itt maradt az ország hadsereg nélkül. Sőt, amikor ugye a Mackensen-féle német hadsereg vonult vissza Romániából Németország felé, akkor ez a hazáruló magyar kormány elutasította Mackensennek azt az ajánlatát, hogyha kap szenet, hogy a vonatok menjenek, és kap élelmiszert, kiveri a románokat Erdélyből, hanem elsősorban a magyar katonatanács javaslatára, akinek az élén ugye ekkora Pogány Schwarz József nevű emberke állt, Budapestre hívták Mackensent, és letartóztatták, majd némi gödöllői fogság után átadták Franché Desperét a franciáknak. Úgyhogy... Nettó hazaárulás, illetve szövetséges elárulás. Na most, hogy rövidre fogjam, hány mondatom van még? Mennyit mondhatok? Van még egy pár percünk. De ezt a pár percet arra szeretném használni, hogy hogyan vették hasznát ennek a románok. Ennek a románok úgy vették hasznát, hogy... egyrészt Tácke Ionesco-nak a kezdeményezésére nagyon, nagyon jól előkészítve, megszervezve a legszebb bukaresti arisztokrata nőket, leányokat elvitték Párizsba, tehát kiegészítették a megvesztegetési pénzeket, kiegészítették arra, hogy gyönyörű nőket szállítottak Párizsba, és befolyásuk alá tudták vonni azokat a politikusokat, és a sajtót, amely aztán lehetővé tette, hogy az összes titkos szerződésben lévő román igényt érvényesíteni tudják. Ezt még kiegészítették azzal is, le voltak maradva a szabadkönyvességgel, ugyanis Romániában a zsidók nem lehettek állampolgárok. Másodrangú státuszuk volt. És ugye a szabadkönyvességnek nagyon szoros kapcsolata van a zsidósággal. És ezért lóhalálába a román politikusoknak kulcsemberei
szabadkönyvesek lettek, hogy be tudjanak épülni a párizsi szabadkönyves döntési központokba, és így módon jött létre olyan helyzet, hogy végül is Clemenceau elfogadta a románokat a győztesek oldalán, és amikor az volt az igény, hogy a románok, amit akarnak, már még a béke szerződés megkötés előtt birtokba tudják venni, ehhez Clemenceau hozzájárult, és ezt például Mária királyné intézte el, mert mielőtt elutazott Párizsból, Clemenceau kétszer is fölkereste a szállodai szobájába. És ekkor volt az, hogy tulajdonképpen megengedte a francia hadseregnek, hogy délről és a délről jövő román hadsereget vezényelve franciák vezették, és az északról, tehát Szatmár-Németi felől érkező román hadsereg találkozzon, és így módon, ugye 19 áprilisában vagyunk, már tanácsköztárság van, a tanácsköztárság hadserege hirtelen egy óriási számbeli és fegyverzetbeli fölényben lévő hadsereggel találta szembe magát. De ennek dacára a tanácsköztárság, mint tudjuk, egy egész különleges harci sikert tud elkönyvelni magának, mert ugyanis Stromfeld Aurelnak a vezetésével vissza tudták fogadni egy zseniális hadművelettel, vissza tudták még Kassát is fog meg egész környékét. És ez annyira egy nagyszerű dolog, hogy én nemrég olvastam, hogy Stromfeld Aurelnak ezt a hadműveletét, ezt oktatják a japán katonatiszteknek, meg West Pointon, Amerikában is oktatják. Tehát nyilván valami nagyon kitűnő dolog. De akkor mit műveltek a szabadkönyvesek és az Antant? Azt mondták, hogy ha visszavonul a Stromfeld Aurel féle magyar hadsereg Kassából, akkor a románok visszavonulnak, illetve nem jönnek tovább. Megtartják a demarkációs vonalat. Na hát itt Clemenceau még önmagát is felülmúlva áruló lett, ezt kell mondani. És hogy nézett ki a francia hadsereg is. Franché d'Esperét nem tudták teljesen korrumpálni. De Bertelot tábornoknak, aki közvetlenül vezényelte a románokat, azoknak egy hatalmas birtokot adtak Erdélybe, ajándékba. A románok abból a rabolt fölből, amit itt szereztek meg. Na most nem tértem ki az 1918. december 1-jei gyulafehérvári nagygyűlésre, mert hiszen ezt ők se veszik komolyan, mert ezen csak románok voltak ott, és ez nem tekinthető egy népszavazásnak. Ez nem tekinthető annak, ők mindent, a románok kezdettől fogva mindent elkövettek azért, hogy népszavazás ne legyen, mert ha népszavazás van, Erdély marad Magyarország mellett. Ezért nem akartak népszavazást. És tulajdonképpen ők valójában igazi harc nélkül, tehát mindenféle hősiesség nélkül, rablóként érkeztek Magyarországra. Kétszer is rablóként törtek rá. Olcsó, szégyenteljes tolvajként fosztogatták. Csak arra emlékeztetek, hogy még azért is elvitték volna a Nemzeti Múzeumot, ha nem megy oda Buttholz amerikai tábornok, aki akkor az Antantot képviselt, és nem zavarja el őket. De mindent, ami mozdítható volt, elvittek. Tehát tolvajként viselkedtek. És utána a megszerzett területeknek elrabolták a történelmét. A történelmét,
ami azt jelenti, hogy ki kellett nekik egy mese, egy mitoszokon és legendákon alapuló hamis, hazug történelmet találni. Elvették a magyaroknak a földjét földosztás címén, és románoknak adták, és ma is másodrendű állampolgárként kell egy őket, mert egyetlen állami magyar anyanyelvű egyetem ma sincs Romániában, pedig a ma ott élő magyar lakosság létszáma szerint 4 teljes spektrumú, kizárólag magyarul oktató magyar egyetemnek kellene lenni. Úgyhogy most, hogy közeledik a 100. évforduló, a románok egyet tehetnének, hogy bocsánatot kérjenek, hogy rablóként, tolvajként viselkedtek azzal a Magyarországgal szemben, amely nem támadta meg őket, és a mai napig szűkkéblű módon tulajdonképpen despotaként viselkednek az ott élő magyarsággal szemben. János, köszönöm szépen a beszélgetést. Ez nyilván egy olyan óriási téma, aminek még mindig csak a felszínét karcolgatjuk, de azt hiszem, hogy valamennyire sikerült belevilágítani a nézők számára is azokba a történelmi kulisszákba, illetve a kulisszák mögé, amelyek mögött főzték azt a mérgezett levest, amit leöntöttek a világ torkán 1919-ben és 1920-ban a Párizs környéki békék folyamán, aminek sajnos ez történelmi tény, az egyik legnagyobb vesztes az Osztrák-Magyar Monarchia, és ezen belül is a történelmi Magyarország, a történelmi 1000 éves Magyar Királyság volt. Köszönöm szépen a beszélgetést, János, nézőinknek pedig köszönjük a figyelmüket, lejárt a műsoridőnk sajnos mára. Jövő héten folytatjuk, nézzenek bennünket továbbra is, tartsanak velünk. Önöknek pedig további szép napot és szép estét kívánunk, a viszontlátásra!